Anabaptisták. 500 éve a Kárpát-medencében. Az anabaptizmus a radikális reformáció egyik ágaként terjedt el a 16. századi Európában, a luteri és kálvini tanok mellett. Az anabaptista hívők azt vallották, hogy az emberek felnőtt korukban Jézus tanítását megértve hozhatnak döntést a keresztény hit mellett. Elhatározásukat pedig Jézus példáját követve teljes víz alámerítéssel, vagyis bemerítéssel pecsételik meg. A hívők a gyorsan növekvő és szaporodó gyülekezetekben találtak lelki otthonra Európa számos régiójában, így Magyarországon is. Könyvnyomtatásán dolgoztak 1570-ben a kolozsvári nyomdában. A magyar nyelvű kiadvány a korszak egyik fontos hitelvi kérdéséről szól, a felnőtt keresztség tanáról. A vizsgai Biblia megjelenése előtt 20 évvel kinyomtatott könyvecske az Igaz keresztjéni keresztségről című mű jól mutatja, hogy magyar földön is élénk érdeklődés kísérte az anabaptista tanok megjelenését. A könyvecske 5 részre tagolódik, és tulajdonképpen az 5. részben van szó igazán arról, hogy a felnőtt keresztség mellett érvelnek a műnek a szerzői. Kifejezetten jelentős az a kontextus, amiben megszületik ez a munka, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az anabaptista mozgalom az egy szerteágazó, sokszínű mozgalom volt. Ezért a jelentőségét a munkának abban kell látnunk, hogy már a 16. század közepén, tehát az 1560-as évek második felében nem csak a könyvecske tudósít róla, hanem külső források is azt mutatják, hogy az anabaptizmusnak ez az ága, amely azt igyekszik a könyvecske révén is bemutatni, hogy az anabaptisták jámbor, békés, békeszerető emberek, hangsúlyozza, hogy mennyire fontos tulajdonképpen teológiai értelemben a felnőtt hitvalló keresztség. A jelentőségét ott látjuk, hogy már 1560-tól kezdve láthatjuk, tetten érhetjük az anabaptisták jelenlétét az erdélyi fejedelemségben, ami azt mutatja, hogy ez igen gyorsan terjedő mozgalom volt. Az anabaptista elveket hirdető prédikátorok az 1520-as években jelentek meg a Magyar Királyság területén. Feljegyzések szólnak arról, hogy Schröter Kristóf térítő munkát végez Eperjesen, majd őt újabb anabaptista hittérítők követték felvidéki településeken. Ám az anabaptisták olyan egyházi szervezetet, mint a reformátusok vagy az evangélikusok nem alkottak. Kevés emlék maradt tehát utánuk. De az anabaptisták egy jól meghatározható csoportja, a habánok öröksége máig fennmaradt, és számos helyen és módon tetten érhető az egykori Magyar Királyság területén, többnyire a felvidéken. Érdekes módon az 1530-as évek után olyan település szerkezet alakul ki ezen a területen, amely kedvez az úgymond anabaptista más néven habán kultúrának, az új keresztjének életvitelének, és most meg kell magyaráznom azt, hogy a habán kifejezés az egy német, a Haushaben szóból ered, ami egyfajta házaknak a formájára utal, azaz olyan műhelyek jönnek létre, és a műhelyek körül olyan családszerkezet, családi vállalkozások magyarul, amelyik különböző szakmák köré csoportosul. Ezek a habán udvarok különböző szakmákat képviselnek, a legkülönbözőbb szakmákat, és mivel a háttérben egy vallásos közösség áll, rendkívül szigorúak önmagukhoz, munkamoráljuk nagyon magas, intelligencia szintjük is igen magas, kiemelkedik a befogadó nemzet vagy nép gondolkodásától eltérően is, szinte mai értelemben óvoda, iskola és koedukált osztályokban működtetik ezeket a képzőközpontokat. Érdekes, hogy zenei tanulmányokat is bevezetnek, énekelni tanítják a gyermekeiket. Ezen túl olyan mesterségeket is alkalmaznak, ami akkor nem is létezett. Például ők fedezik fel, hogy ne a fa zsindelyeket, ami könnyen ég, alkalmazzák még akár a
nemesi kúriáknak vagy váraknak az építkezésében, hanem olyan módon szinte betonhoz hasonló cserepeket készítenek, ami akkor nagyon érdekes volt és ritka. Sőt, ezen kívül nagyon elterjedt körükben az orvoslás, tehát a felcserség, amihez megint csak tisztaság kell, higiénia kell, ez nagyon jók a fajansz edények, amelyek könnyen moshatóak, tisztán tarthatóak. Nyilván, hogy a gyógyszerészet, vagy éppen az orvoslás területén egyre többen jelentkeznek ezekből a csoportokból, akikben megbíznak, a nemes urak is, ezért megjutalmazzák őket, kiemelkednek anyagilag is abból az eléggé nehéz helyzetből, amiben belekerültek épp az üldöztetéseik nyomán, és egy sajátos kultúra alakul ki. A habánok gyakorlatilag minden munkában a legmagasabb színvonalon teljesítettek, ám a legismertebb csúcstermékük a habán kerámia volt. Az Iparművészeti Múzeum gazdag habán kerámia gyűjteménnyel rendelkezik. A habánok a kor legmagasabb presztízsű kerámia féleségét, az ónmázas fajanszot készítették. Ez a kerámia Közel-Keletről érkezett Európába itáliai közvetítéssel, majd az észak-itáliai Faenza városában alakult ki egy olyan stílusa, mely a zónmázas fehér máz felületet nagyrészt szabadon hagyva, kevés díszítéssel, a porcelánhoz, a keleti vágyott, magas presztízsű porcelánhoz hasonlatossá tette ezt a kerámiát. A habánok minden bizonnyal itáliai mesterektől vették át, illetve valószínűleg ezek a mesterek csatlakoztak a nabaptista közösségekhez, és így kezdték el ezt a mesterséget is gyakorolni. Az ónmázas kerámia lényege, hogy az alaptestet az ón-oxid tartalmú máz teljesen elfedi, és erre a fehér mázra szintén fémoxidokkal lehet díszítést felvinni. A díszítő festék vízben oldott oxid ecsettel kerül fel a még nyers mázas felületre, és nagy technikai tudást, virtuozitást követel az elkészítése, mert a vonalak törölhetetlenek. Nem maguknak készítették ezeket az ónmázas kerámiákat. Forrásokból kiderül, hogy ilyen luxus termékeket ők nem is használhattak, szigorúan tiltva volt. A megrendelőik számára készítették, a főúri, fejedelmi patrónusok igényt tartottak ezekre a reprezentatív tárgyakra, melyeket ők maguk sem mindennapi használatra rendeltek, hanem az otthonok berendezésének emelésé, fényének emelésére. Valószínűleg ezeket a tárgyakat alkalmanként vették elő, jeles események során vették használatba. A habán kerámiák jellegzetes díszítő motivumai ornamentális szegélydíszekből és virágmintákból állnak. Csavarodó virágtöveket vagy hullámosan körbefutó virágfüzéreket tettek az edényekre. Nagyon visszafogott, de nagyon elegáns díszítmények voltak ezek. Ezeken túl nagyon gyakori az edényeken az évszámok feltüntetése, és a megrendelők monogramjai, nevei és esetleg címerei is. A feloldott, ismert nevek és megrendelő személyek és élettörténetük nyomán kirajzolódik, hogy az évszámok is többnyire valamilyen jeles esemény, házasság, keresztelő évfordulóját jelzik, és feltételezzük, hogy az évszámok a megrendelés és egyben a készítés évszámai is. Másfelől a termékek maguk nem egy-egy személy munkái, hanem műhely munkaként készültek el. Más adta a formát, a díszítést, a befejezést. Annyira látszik, hogy több ember készítette, hogy előfordul, hogy a díszítmény, a festett díszítmény is két kéz munkája egy azon edényen. Ha
Habán udvarok létesültek tehát Felvidéken, Nyugat-Magyarországon, Sárospatakon és Erdélyben, Alvincen is. Erdélybe Bethlen Gábor erdélyi fejedelem telepítette a habánokat azért, hogy iparukkal felvirágoztassák a fejedelmi udvart és a térséget egyaránt. Az alvinci kéziratokként ismert feljegyzés részletes betekintést enged számunkra a közösség életébe. Bethlen Gábor felvirágoztatta kulturális és gazdasági értelemben ezt a fejedelemséget, amihez hozzájárult a morvaországi anabaptisták, az úgynevezett habánok Erdélybe való letelepítése. 1621-ben került arra sor, hogy Bethlen Gábor Erdélybe hívja a morvaországból elmenekült anabaptistákat. A kezdetben csak 85 személy volt, aki új földre talált Gyulafehérvár melletti kis településen, a Maros bal partján. Fennmaradt egy krónika, hála Istennek, ami ebből a korból származik. Werner Jakab kezdte el írni, és nagyon sok jelentős információval gazdagodhatunk ezen a krónikán keresztül. Megtaláljuk benne Bethlen Gábor kiváltságleveleit, a letelepedésnek a körülményeit, azokat a területeket, amelyeket Bethlen Gábor az anabaptista letelepülteknek szánt, odaadott ajándékba. Werner Jakab azt írja a krónika elején, hogy ahogyan Isten Egyiptomból kivezett a zsidókat, úgy vezetett ki minket Morvaországból. A krónikából kiderül, hogy az első csapat nem nagy örömmel hagyta ott azt a helyet, ahol addig éltek. És jó látni, ahogyan egy maroknyi nép az évek során egy hatalmas nagy közösségé duzzad, anyagi és lelki szempontból egyaránt olyan közösségé, amely Erdély történetének, Erdély iparának a jelentős részét képezte a későbbiekben. Ez a kódex nagyon szépen bemutatja, ha bár csak alig 2-3 évtizedet ölel magában, hogy hogyan indult el egy kicsi mag, és vált egy erős, nagy közösségé, amelyre tisztelettel tekintett a fejedelmi udvar és Erdélynek a jelentős személyiségei, jelentős rétege. Habár az anabaptistákat megbecsülés és elismerés övezte, újra és újra szembe találták magukat az üldözésekkel. Az anabaptisták és a baptisták vallásfelekezete az európai vallásfelekezetek között talán az egyik legüldözöttebb, legnehezebb sorsú, legnehezebb történetű közössége. A reformáció korában a különböző társadalmi feszültségek, vallási feszültségek sok problémát és sokféle nehézséget okoztak az emberi társadalmakban, közösségekben. A vallási türelmetlenség sok fájdalmat és üldözést jelentett. Az anabaptisták, akik a mai baptisták elődei, ebben az időszakban indultak el a reformáció harmadik ágaként. Üldöztetéssel, meg nem értéssel, vallási türelmetlenséggel kellett szembenézniük. Az első mártírunk Eberli Bolt 1525-ben mágia halált halt, mert hitét vállalta és abban kitartó volt. Ezt követően sorba-sorba Európa szerte mágia halálba, vízbefolytással üldözték az anabaptistákat a hitükért, azért, mert kiálltak a hitvalló keresztség mellett. Hubmaier Baltazár, aki az egyik első nagy teológusa volt az anabaptistáknak, 1528-ban Bécset szenvedett mágia halált. Feleségét vízbe folytották 3 nappal később. De nem csupán Európa más részein, hanem a történelmi Magyarország területén is, ahogyan terjedt az anabaptista tanítás, 1540-ben már itt is mártírunk volt, mert Fischer Andrást a krasznahorkai várfokáról lelökték, így lett mártír halált hitéért, meggyőződéséért. A habánok, a habán udvarokban is, akik az anabaptistáknak egy részét képezték, üldözéssel
és szenvedésekkel kellett megküzdeniük a hitükért. Többek között felgyújtották az épületeiket. Amikor a szenvedésekre és a megpróbáltatásokra tekintünk, hisszük, hogy az Isten kegyelme tartott meg mindezidáig bennünket. És szeretettel, megbocsátással, türelemmel gondolunk vissza erre az időszakra. Nem az igazságot keressük, hanem az Isten szeretetével szeretnénk szolgálni ma is, mint ahogyan tették azt elődeink. Az üldözés és zaklatás ma már a múlté. Nem maradt fenn feljegyzés arról, hogyan történt egy bemerítkezés a 16. században, de egy mai példán keresztül megérthetjük annak lényegét. Dorci ifjú feleség, akinek életében döntő fordulatot jelentett Jézus megismerése. Egy az anabaptisták örökségét ma is képviselő baptista gyülekezetben talált lelki otthonra, és elhatározta, hogy bemerítkezik. Én 4 évvel ezelőtt találtam meg az Úr Jézust. Én nekem volt valamiféle gyermeki hitem, de az nagyon gyenge lábakon állt, nem is ismertem Istent, csak gondoltam, hogy van, hogy ő jó, hogy ő, és mivel megkereszteltek, ezért én abban a tudatban voltam, hogy nekem üdvösségem van már eleve, és hogy Isten ennél többet nem tud adni. Viszont azt éltem meg, hogy elvesz, amikor megenged egyre nagyobb nehézségeket a családunkban, és nagyon-nagyon haragudtam rá, és tinédzser koromban jött ez, amikor már lázadtam ellene, tehát úgy döntöttem, hogy ha ő van, akkor ezt nem engedhetné meg. És már tényleg a legnagyobb sötétségben ismerkedtem meg a férjemmel, Áronnal, és nagyon szerettem volna megérteni ezt, hogy ő miért ennyire vallásos, ő már hívő volt akkor. És emellett, hogy lehet ennyire boldog, ennyire örömteli. És bele is sok nehézség történt, de mégis. És úgy döntöttem, hogyha Jézus ezt tudja adni, ha az Isten eljárás ezt tudja adni, akkor ez nekem kell. Nagyon sokat beszélgettünk, akár éjszakákban nyúlóan, és az egyik ilyen beszélgetés alatt volt, körülbelül 4 évvel ezelőtt, amikor sírtam neki, hogy de nem tudom, hogy kell ezt az Isten megtalálni, nem tudom, hogy ő hol van, hogyan kell keresni, hogy tud nekem segíteni, mert oké, beszélünk róla, de hogy tud nekem ő segíteni. És erre ő hangosan elolvastatta velem a szeretett himnuszt, 1 Korintus 13, hogy mi is az igazi szeretet, és hogy értsen meg, hogy az igazi Isten így szeret. És amikor ezt elmondta nekem, utána hangosan imádkozott értem, miután elolvastuk az igét, akkor imádkoztak értem először hangosan személy szerint. És ez egy hatalmas nagy élmény volt. Én abban a pillanatban, hogy elmondta az imát, zokogtam, és akkor tértem meg. És onnantól kezdve kezdtem el tudatosan hitben járni, keresni az Istent, megismerni őt. És aztán összeházasodtunk 2 évvel ezelőtt, és már akkor körül mi kerestünk egy olyan gyülekezetet, ahova elköteleződhetünk, ahova tartozhatunk, és mindketten éreztük, ahogy egyre többet megtudtunk, hogy a bemerítkezés az a biblikus, és hogy Isten ezt várja tőlünk. És mivel én nem is konfirmáltam, nem is vallottam még így a hitemet, csak megkereszteltek csecsemőkoromban, ezért ez nekem nem adott semmiféle élményt, nem volt ismeretem, és szerettem volna elköteleződni ilyen formában. Tehát én tudtam, hogy Jézus mellett döntöttem, már nagyon nagy mélységekben is ott volt mellettem, mert miután megtértem akkor is, és úgy döntöttem, hogy én vele akarok járni, és akkor miért ne merítkeznék be, akkor miért ne születhetnék ilyen formában újjá. És akkor így imádkoztunk gyülekezetért, és Isten vezetett ide minket Kispestre, és akkor itt szerettünk volna bemerítkezni. Dorottya, hited vallomására és bűneidnek bocsánatára, bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A hitvalló bizonyságtétel és a felnőtt keresztség volt az anabaptisták legfőbb jellemzője fél évezreddel ezelőtt is. Az évszázadokkal korábban élt anabaptisták szorgalma, hite és álhatatossága példaértékű mindenki számára ma is. Jézusba vetett, mélyen gyökerező hitük segítette őket abban, hogy az üldözések és kivégzések ellenére is hitéleti, oktatói, mint pedig iparos tevékenységükben a legjobbat adják. Úgy, mint akik nem embereknek, hanem Istennek szeretnének tetszeni.